Mindenkit érdekel, mégis kevesen beszélnek róla. Napjainkat rengeteg tabu téma övezi, ezeket döntöm le Tabu a köbön című műsoromban, mai vendégeimmel, Malcsiner Péterrel és Kölcz Dénessel. Sziasztok, köszöntelek titeket a Tabu a köbön műsorban. Kíváncsi vagyok, hogy milyen témák várnak ma ránk, és hogy hogyan fogjuk ezeket látni. Kérlek, Péter, húz is egyet. Biztonságban vagyunk, oké. Mi jut eszedbe erről először elő a kérdésről? Hát ha most azonnal kell válaszoljak, akkor pont ez az, ami nincs. Tehát, hogy nagyon kevés érzi magát most biztonságban. Aztán a biztonságról nagyon sok minden eszembe jut, a munkám során rengeteg szer, a központi téma a cégekben a biztonság, az embereknek a személyes biztonsága, mikor vagyunk olyan helyzetben, amikor garantálni tudom a saját biztonságomat, és most nem fizikai biztonságról beszélek, hanem de pszichai biztonságot. Melyik a fontosabb? A biztonság úgy, tehát minden tekintetben fontos, tehát azt gondolom az egyik legfontosabb alapszükséglet, tehát biztonság nélkül nem tudunk működni, az egyik biztonság érzet nélkül, de a fizikai és a pszichikai között mind a kettő egyszerre. Ha valaki belül fél, az meg fog látszani rajta. Hogyha valaki fizikailag nem érzi magát biztonságban, mert egy olyan környezetben van például, az előbb-utóbb nyilvánvalóan kihat a pszichikumára, a hangulatára, stb. De most inkább arra a biztonságra gondolok, ami arról szól, hogy mennyire vagyunk stabilak, mennyire hihetünk abban, hogy ezek a dolgok megmaradnak olyannak, mint amilyeneknek eddig gondoltuk, és ez most nagyon nem valós ebben a pillanatban, tehát hogy nagyon nehéz ezt ebben a helyzetben biztosnak látni dolgokat. Dénes, te hogy vélekedsz erről? Én úgy gondolom, hogy mindenki a biztonságra hajt, és nem tudom, hogy ez a korra jár, vagy mivel, én meg mindig úgy érzem, hogy biztonságban vagyunk, ha messzebb nézek. Persze pillanatnyi helyzetben mindig van, amikor hú, most hogy lehet ezt úgy megoldani, hogy biztos legyen, de bennem mindig megvan az érzés, hogy hosszú távon jól fog történni. Tehát, hogyha abban a pillanatban az úgy néz ki, hogy hú, ez most el fog szeszíteni valamit, arra kéne törekedni, hogy nem kockáztatni, hanem csak a biztonságra. Ilyen pillanatok vannak, de hosszú távon én mindig tudom, hogy biztonságban vagyunk. Én így élem ezt meg. Ez lehet, hogy jó ez a nézőpont, vagy hogy mennyire közelről nézzük magunkat. Nekem az jutott eszembe a biztonság kapcsán, hogy ha ugye van egy ilyen emberi tulajdonság, hogy a biztonságot keressük, viszont hogyha biztonságban vagyunk, akkor nem jutunk előre. Tehát az ősember se jutott volna előre, ha mindig a biztonságos barlangban van, és nem megy ki onnan. És ugyanúgy én se jutottam volna előre, hogyha mondjuk egy biztonságos fix állást, vagy biztonságosnak tűrő fix állást választok, mondjuk a vállalkozás helyett. Tehát mondjuk a vállalkozás területe önmagában egy bizonytalan terep, és pont azért visz előre, mert nincs biztonság. Biztos, hogy kell az embernek, hogy szoktam mondani, hogy trigger, tehát hogy a félelem az jó. Ugye van egy könyvemben az egyik fejezetet úgy hívják, hogy a legjobb barátod a félelem. Tehát ilyen szempontból én hiszek ebben. Most amikor a biztonság szót hallom, akkor viszont én nem erre gondolok, tehát nem abból a szempontból közelítem ezt meg, hogy jól hat-e rám, hogyha nem érzem magamat biztonságban, hanem egész egyszer az alapállapotot tekintve. Tehát a világnak, az embereknek, a mikroorganizmusoknak, mindenkinek szükséged van. Tehát szüksége van arra, hogy tudja azt, hogy mi az a környezeti állandóság, amit biztonságnak nevezünk. És utána lehet ebben persze mindenféle triggert, élményt szerezni, ami félelemmel jár, ami kimozdít ebből, de tudom, hogy mi az, tehát mindig a stabilitást keressük. Minden élő lény a stabilitást keresi. Az egész, a rendszerek a világban a stabilitást keresik. Tehát van egy stabil helyzet, utána én változom, ez amiről te beszélsz, hogy valami indukál bennem valami változást, de azért változom, hogy megint egy stabil állapotba kerüljek. És ez a félelem, ez azért van, mert egy olyan instabil helyzetben, amiben kerülünk a változás során, egy zavar támad, tehát egy bizonytalan helyzetben vagyunk, tehát egy zavar képződik, és ebben a zavarban nekem cselekednem kell. És aztán el fogok jutni egy magasabb minőségben az új biztonsági állapotba. De mindig azt keressük, hogy mondtad, tehát minden élőlény. Egyébként én is optimista vagyok ez ügyben, tehát még azt gondolom, hogy megtaláljuk, de vannak külső körülmények. Előbb eszembe jutott erről valami, ugye a vállalkozók nem véletlenül más az inger küszöbe a vállalkozók, hiszen azt szokták meg, hogy valahol mindig a végén egyedül vannak, vagy közben, és nekik kell megoldani, míg azok, akik inkább a stabil munkahelyet keresik, ők meg azt várják, hogy valaki vigyázzon rájuk. Tehát ő fel se fogják, hogy az egy hamis biztonságérzet, hiszen főleg manapság látjuk, hogy eltűnnek vállalatok, és valahol az, aki megszokta, hogy ő vállalkozik, ő sokkal stabilabban tud váltani, reagálni azokra
a dolgokra, amik megszüntetik az éppen adott biztonságot, ami egyébként segít abban, hogy mindig fejlődj, hiszen egy vállalkozó az, akinek mindig vannak kihívásai, hogy azt mennyire éli meg úgy, hogy na, most mindennek vége, vagy úgy, hogy ez egy feladat is meg kell oldani. Szerintem az utóbbi szokott lenni egy vállalkozónál. És tényleg szinte lehetetlen dolgokat oldunk meg vállalkozók, mert nincs más kiút. És erre hallottam egy nagyon jó mondást, vagy olvastam, hogy ki azt nem tudom az eredeti, de hogy azt mondják, hogy mi a különbség egy igazi vállalkozó és egy olyan között, aki vállalkozóként akar viselkedni. A vállalkozó, aki vállalkozóként akar viselkedni, neki mindig van egy B-terve. Tehát úgy lép, hogy lehessen visszalépni vagy egy másik irányba. Egy vállalkozó lép, és mennie kell, és majd valahogy elér az út végére. De emberekként, tehát különbözőek vagyunk, különböző biztonság érzet, tehát szükséges, tehát hogy az az alapbiztonságérzet, ami szükséges ahhoz, hogy jól legyünk, amit Péter mondott, az emberenként valószínűleg különbözik, és még életszakaszonként is lehet. Tehát hogy lehet, hogy mondjuk tinédzser korában az embernek, vagy akár nálam, akkor a biztonságérzet az kevésbé volt fontos, mondjuk később fontos lett, amikor kisgyerekeim lettek, de mondjuk most megint nem, hanem sokkal bátrabban válaszolunk. Tehát hogy lehet, hogy az az elsődleges, hogy fölismerjük az ehhez fűződő korlátainkat, vagy határainkat, hogy mi az, ami mindenképpen fontos, és mi az, amiből meg muszáj kirúgdosni magunkat. Az megfigyelhető egyébként személyiségdiagnosztikailag, hogy az embereknek hosszú távon, tehát hogy hosszú távon öregszünk, tehát hosszú távon, tehát ahogy nyugszik le az ember, és a korral járó mindenféle kényelem és egyéb ilyen szempont fontosabb lesz, ez a stabilitás érzetét, a vágyát, a harmóniára való törekvését növeli. Tehát egyre jobban, társadalom megfigyelt, hogy egyre jobban nő ez a fajta stabilitás, a biztonsági igény. Pár évvel ezelőtt, még itt kicsit beszélgettünk az elején, hogy az én váltásaim azok mind olyanok voltak, hogy a feleségem 33 éve mellettem van, de kb. Hogy mész ilyen 11.000 méter magasságba, és én kinyitom az ajtót, és mondom, hogy gyere, ugrunk. Tehát kb. Ez volt háromszor így az életünkben. Tehát én nagyon nem féltem ezektől a dolgoktól, én azt hiszek ebben, hogy dolgokat csinálni kell, bele kell menni. De nagyon fontos az, hogy abban biztos legyek, és akkor ezt a szót nem tudjuk elengedni, de abban biztosnak kell lennem, hogy tudom azt, hogy vissza tudok térni valahova. Tehát az ember akkor hagyja szívesen ezt a kényelmi zónát, és akkor erről szeretném még valamit mondani, ez fontos. Az emberek mindig arról beszélnek, hogy hagyjuk el a kényelmi zónát, és mint coach tudom, hogy ez a legfontosabb. Persze el kell hagyni ahhoz, hogy nőni tudjál. De a biztonsági zónádat soha nem szabad elhagyni. A biztonsági zónádat elhagyod, akkor elkezdesz nem eredetiként, tehát nem hitelesként működni. Ugye ezt viselkedésekben nagyon szépen meg tudjuk figyelni. Minden ember, aki elhagyja a biztonsági zónáját, az elkezd feszengeni, nem lesz hiteles, és ennek következtében nem tud teljesítményt nyújtani. Tehát a biztonság és a kényelmi zónak között azt hiszem, hogy ez a nagyon nagy különbség, és általában a kettőt szeretjük összekeverni. Dénes, te mit teszel azért, hogy biztonságban legyél, és tekintve, hogy azért neked a szakmád is kapcsolódik ehhez? Igen, ugye mi kibervédelemmel foglalkozunk, egy olyan gyártót képviselünk Magyarországon. Hogy én magam mit teszek, ez egy másik kérdés, mert mi próbáljuk, és ezzel azért nagyon-nagyon küzdünk, hogy meg tudjuk értetni az igazi veszélyt az emberekkel. És ez nagyon nehéz, hiszen nem közvetlenül tapasztalod azt, ami történik, mert kétfajta, illetve háromfajta ember van akit már ért támadás, van, akit még nem ért, és van, aki ezt észre se veszi, mert nem éri akkora kár. Egy kicsit olyan is... Nehéz is ezt így összehasonlítani, mint a biztosítók, akik ugye biztonságot akarnak adni. De tehát ezt mi minden nap megéljük, viszont én azt gondolom, hogy pont azok élik meg nehezebben a hétköznapokat, akik a biztonságra törekednek, akik ott akarnak maradni és ragaszkodnak hozzá, mert aki sokszor ment át olyan dolgokon, amikor elvesztette a pillanatnyi biztonságérzetet, akár aki külföldön él, és egy olyan helyzetbe kell kerülni, én is egyébként pont abban az időben, amit te is mondtál, hogy kiköltöztetek, én egy teljesen új helyzetbe kerültem, 20 év magyarországi vállalkozás után, illetve akkor még csak 15 volt, egy olyan környezetbe kerültem, ahol semmi nem volt biztos. A nyelv, a törvények, amiknek meg kellett felelni, nem volt egy villanyszerelő ismerős, aki, hogyha kell, akkor kijöjjön. Szóval, hogy ez nagyon ki tudja billenteni az embert, és akkor ezt mindenki nehezen él meg, hiszen mindenkinek vannak félelmei. De ha sok ilyet megélsz, akkor az a szint, az nagyon lecsökken, amitől félsz. És én nekem az ad a biztonságot, hogy tudom, hogy meg tudom oldani.
Tehát, hogy annyi helyzetet oldottam már meg, hogy lehet, hogy az akkor nehéz és fáj, és küzdeni kell, de bennem a mélyén ott van, hogy úgyis meg fog oldódni. Ez nagyon, amit mondasz, mert erre van az a mondás, hogy a félelem az, mint egy izom edzhető. Tehát a félelemre való reakció. Tehát az, hogy ne féljek annyira, belegondolsz egy kaszkadőr, hogy ezt képzi magában, hogy a félelmet egyre jobban csökkent, olyan dolgoktól már nem fél, amitől te meghalni, hogy elképzeled, és aztán még katonák, stb. Tehát ezt lehet edzeni, és az élet, meg ezek a helyzetek edzenek, ez tény. Szerintem arra is érdemes gondolni, hogy például 25 évvel ezelőtt, amikor én kimentem Londonba 3 hónapra, nem volt még mobiltelefon, és a biztonság érzetünkhez sokkal kevesebb keretet. Ma, ha otthon hagyom a telefont, már rögtön van egy biztonságvesztés érzetem, és ez alatt a 25 év alatt, hogy ennyire megváltozott, és ennyire befolyásoltak minket ezek a technikai újdonság, vagy technológiai fejlesztések, és a biztonság érzetünkre is ilyen szempontból nagy hatással voltak. Nem tudom, hogy ha visszagondoltok 25 évvel ezelőttre, akkor nektek mi jut eszetekbe ilyen vonatkozásban? Mobiltelefon egy nagyon jó, mert mobiltelefonnal ugye foglalkoztam nagyon sokáig, és építettük Magyarországon az egész interaktív üzletét ugye a kereskedelmi televízióknak, tehát a mobiltelefon volt az, akkor bejött a Vestel, és aztán utána nőttek ezek az üzletek, és akkor volt egy előadásom, és ott mondtam ezt, és újságírók, tudom, 70 újságíró is mondtam nekik, hogy oké, hogyha megkérdezem tőletek, hogy ki adná nekem kölcsön lakását 2 napra, tegye fel a kezét. Semmi gond. Autót, telefont, senki. És ez akkor volt, tehát azóta ez még durvább lett. Na úgyhogy ez nagyon megváltozott, ez tény. A telefon az egy nagyon érdekes dolog, ugye a kapcsolataidról van szó, arról, hogy kapcsolódsz a világgal, arról, hogy kommunikálni tudsz, tehát a biztonsági érzet az innen jön. Egyébként nagyon sokféle biztonsági érzet van, tehát van a kapcsolódási, van az egészségre vonatkozó, van az anyagi helyzetemre vonatkozó, tehát hogyha most lebontanánk, akkor nagyon sok van ugye a cyber, tehát nagyon sokféle biztonsági tényező van az életünkben. Van, aki erre érzékeny, van, aki arra, nyilvánvalóan, és valaki egyébként, és ez biztos, hogy évesebben teljesen igazad van, egyikben edzettebb lesz, mint mondjuk a másikban. Van, aki 3-szor csődbe ment a cégébe, akkor erre jobban fog tudni reagálni, mint akinek már, erről van tapasztalat. Igen, mint akinek volt már 3 mit tudom, súlyos betegsége, hogy most egy nagyon, csak hogy készélsőséges példát mondjak. Tehát ezek edzhető dolgok, de a szituáció függő, borzasztóan szituáció függő. Ha már itt a csődről volt szó, neked a különböző csődök között volt, már érezhető volt ez az edzettség, amit Péter Persze. mondott? Hát ugye nem régen történt egy újabb nagy törés, 20 év után vesztettünk el egy olyan szerződést, amire nagyon sokat építettük, és óriási fejlődés volt benne, teljesen másképp viseltem. Szóval annyira, én mindenben hiszek abban, hogy mindenben van egy lehetőség is. Tehát az, amikor az abban a pillanatban nagyon nagy tragédiának tűnik, lehet, hogy ez fog a legjobb irányba vinni az életedbe, és ezeket meg kell ahhoz élni, és arra kérdése, hogy milyen volt 25 évvel ezelőtt, észre se vettük, mindenért bátran ástunk neki. Nem is gondoltunk bele, hogy ott mi lehet, mint egy gyerek, amikor ugye elindul, mert ő még nem tudja, hogy ott baj lehet. És szerintem ez egy nagyon fontos jellemzője a biztonságnak, és én egyik oldal egyrészt a szakmánkból adódom, és mindenkit abba az irányba projekt terelni, hogy nem kell úgy félni, hogy Atya Isten, belehalok, de igenis meg kell tenni azokat a lépéseket, amivel el tudom kerülni a problémákat. Tehát én azon észreveszem, hogyha egy kést otthon úgy tesznek le, hogy a gyerek meglökhetésre ásik a lábára, nagyon sok olyan sztori van, ilyen tragédiát okoz. Ugyanez az autóval, ha mész, ki lehet szúrni, hogyha egy rossz sofőr van. Tehát, hogy aki esetleg össze lehet, hogy részeg, vagy drogos, vagy bármi. És ez a munkánkban is így van, hogy lehet megtanulni, észrevenni olyan jeleket, amit véletlenül ki fogsz tudni védeni, de lehet erre is készülni. És ez a nehéz, hogy ezeket átad, ezeket az információkat. Térjünk át a következő témakörre. Húzzal egyet Dénesnek? Vagy adod-e neki, és válasszom. Most én próbáljam felolvasni? Igen. Kreativitás. Nem csak a művészek fegyvere. Így van. Szerinted miről szól a kreativitás? Én téged egy nagyon-nagyon kreatív embernek tartalak egyébként, úgyhogy kíváncsi is vagyok, hogy... Nekem a kreativitás az, hogy nem csak a megszokott dolgokba tudunk élni, hanem valami olyat, ami teljesen új, vagy egy helyzetet másképp látsz, és megpróbálsz másképp megoldani.
És ez szinte minden területen így van. Teljesen mindegy, hogy most a munkáról beszélünk. Művészetek, az persze az alapban, de nem véletlenül a cégekben, mindenféle cégben vannak olyan pozíciók, amihez kreativitás kell. Ami azt jelenti, hogy olyat kell felmutatni, ami eddig nem volt, vagy meg kell oldani egy olyan helyzetet. Egyébként én jellemzően valószínűleg vonzuk egymást az olyan emberekkel, akik így is élik az életüket, és a művészek azok kicsit olyan szempontból távol állnak, hogy én nem értem annyira a művészetet, hogy te ebben elég jó vagy, de mivel mérnök vagyok, és alapvetően nem véletlenül ebbe az irányba indultam el, nem mérnökként dolgozom, de ez kell egy kreativitás, és valószínűleg azok a szakmák tetszenek, amihez valamit bele kell tenni, valami színt, valami mást, és valamit létre kell hozni. Igen, pont arra gondoltam, hogy a kreativitás, meg a probléma megoldás, az szerintem nagyon erősen összefügg. Nem tudom, hogy neked mi a gondolatod erről, Péter? A művészeket mondtad, meg így indul az ügyet. Én színész voltam tizen sok évig, tehát mondjuk így, hogy ilyen művészpályán nekem nem kellett abban az értelemben kreatívnak lenni, hogy nem én találtam ki a dolgokat, mert színész vagy akkor nyegében, mint szoktuk mondani a filmben, ugye a fény visszaferő eszköz vagy, tehát, de most csak a vicc része. Tehát nem annyira... tehát fény nem, visszaverő nem. Eszköz, ezt még nem hallottam. Hát mert hogy... Értem. A színház az nyilván ilyen szempontból más, de a kreativitás az abszolút egyébként ma már, amikor aztán hosszú évek óta, hogy agykutatás meg egyéb témákból jövően ezzel foglalkozom, ugye a pszichológia, stb. És abszolút igazad van, tehát a probléma megoldás, és főleg az, hogy én hogyan oldom meg a problémát kreatívan vagy nem, az a fő kérdés. És akkor elmondom, hogy most ugye a tudomány erről mit gondol, hogy mi az egyik lehetséges változat. Tehát megoldhatok én úgy problémát, hogy egy frusztrációval jár. Tehát megoldom, de főleg egy frusztrált érzésem marad, mert az, hogy megoldottam, de mi lesz a következő? Mi lesz a következő? Vannak ilyen emberek, akik állandóan így élik az életüket. És megoldhatom úgy is a problémát, hogy bár megoldottam, de hogyha valami történik, ami nem úgy van, mint elterveztem, akkor ez engem nagyon érzelmessé tesz, magyarul negatív érzéseket generál bennem, nehéz lesz átugranom ezeket, amiket mondasz, akadályokat, stb. És van a másik típus, aki kreatív, tehát kreatívan oldja meg, annak nincsenek érzelmei, hanem annyira rugalmas tud lenni, és azt hiszem, hogy ez a fő, tehát ez a lényeg az egészben, hogy egy rugalmas probléma megoldásról beszélünk, hogyha történik valami, akkor azt én átugrom, kikerülöm, fütyörészve, semmi problémám. Tehát nem fogok ebben, tehát semmi érzelmet nem fog bennem kiváltani, főleg nem olyat, ami negatív. Tehát én ezt a rugalmasságot tartom, probléma megoldás, és a helyzetekhez egyébként igazán bármilyen helyzetben való reakciókészséget tulajdonképpen. Hát és az egyfajta magabiztosságot a folyamatos gyakorlás után, hogy ugyanúgy, ahogy az előbb a izomként említetted a félelmet, itt a kreativitást is ugyanúgy tudjuk fejleszteni, és ugyanúgy az újabb és újabb szituációknál már magabiztosabbak leszünk, és úgy tudunk előre haladni. Szerintem ezért nagyon fontos, mert föl van nekem írva, hogy miért fontos annak gyakorolnia, fejleszteni ezt, aki az előbb említett módon nem kreatív, vagy nem úgy éli az életét, mert folyamatos stresszben van ettől, mert folyamatosan olyan érzelmek jönnek rá, amivel nem akar amúgy találkozni, és hogy hogyan lehet ezt fejleszteni, erről mit gondoltok? Hogyan lehet fejleszteni a kreativitásunkat? A kreatív probléma megoldásunk képességünket, nem tudom, itt azért nagyon a magyar nyelvben a kreativitás túlságosan a művészeteket fedi le, és ezt én próbálom feszegetni ennek a határait, mert hogy ez egyáltalán nem, ez csak egy szemléletmód, és nem a művészet, ez csak egy pici része ennek az egésznek. Nekem most összekötődik kicsit a biztonsággal is egyébként, hiszen vannak olyan emberek, akik nem tudnak egy helyzetre reagálni és kreatívak lenni, mert mind máshol járnak. Tehát aki a jelenben tud lenni, és biztos magában, az sokkal kreatívabb dolgokat tud letenni, hogyha most nem a művészetről beszélünk, mert a művészet ez egy teljesen más irány, hiszen ott meg pont olyat kell, hogy lehet, hogy jövőt kell, vagy teljesen elvonatkoztatni dolgokat. És ugye nagyon sokszor, amikor állásinterjúkat írnak, vagy álláshirdetést adnak, vagy mindig beleírják a kreativitást, egyrészt szerintem nem feltétlen kell minden helyzetben kreatívnak lenni. Van, amikor csak Kifejezetten jó, ha egy könyvelő nem kreatív, nem? Ne, az is néha kell egyébként. De az, amikor például a csapatokban dolgozok, akkor lehet őket tréningezni, olyan feladatokat adni, de én azt gondolom, hogy ott meg nagyon fontos, hogy valaki irányítsa is őket, mert aztán úgy el lehet szállni a kreativitással. Ez rám is jellemző egyébként, ugye aki gyakran
kerül olyan helyzetbe, hogy teljesen újat kell megvalósítani, az néha rosszul is tud kreatív lenni, tehát hogy nem veszi észre a határokat, és ez nagyon lentről föl szélesek a kreativitásnak szerintem a szintjei, és ezt is kordában lehet meg szerintem jó is kordába tartani. Viszont fantasztikus dolgok jönnek emiatt létre. És hát ugye én informatikával foglalkozom 20-valány éve, de ezen kívül nagyon sok mindennel is foglalkoztam. Itt állandóan jönnek az újabb és újabb kreatív dolgok, és ugye ez azért, mert előjön egy probléma, hanem nincsen megoldás. És ki hogy oldja meg. És ez lehet teljesen akár egy logisztikai feladat, akár egy, nem tudom, át kell menni a túloldalra valamivel. Tehát, és ebben talán az is attól annyira izgalmas, hogy nagyon sok új dolgot hoznak a kreatív emberek és a kreatív pillanatok. Fantasztikus dolgokat tudnak hozni. Tudsz mondani konkrétat? Mondjuk a közelmúltadból? Hát apró dolog volt, ugye most voltunk síelni olaszoknál, és hát nem úgy sikerült az első napunk, mert kidőlt, hogy csak a Green Pass-szal lehet menni azzal, amit elfogadnak Európai Uniós. És hát először nem is esett jól, hogy most akkor kijöttünk, a gyerekek sihetnek, mi nem. És meg kellett oldani, és akkor elkezdtük, hogy honnan fogunk információt szerezni, és akkor másnap ott voltunk a pályán, mert feleségem elkezdte az internetet bújni, olvasta, hogy mit lehet tenni, és másnap kitaláltuk, hogy kérdezzük meg a helyieket. Tehát valaki ezzel már szembesült, és megoldottuk, és délben már ott voltunk a pályán. Tehát ez egy ilyen apró dolognak tűnik, de amit inkább szívesebben elmesek, egy régebbi sztorit, amikor még nem volt ennyire fejlett az internet, és Amerikából importáltunk egy terméket, és kétszer rosszul hoztuk be. És ez egy nagyvállalatnak egy projektje volt, és hétfőn le kellett volna zárni a projektet, és kiderült, hogy meg se rendeltük az árut Amerikából. És hétfőn ott volt az asztalukon a termék. És ott volt az, hogy délután pénteken 4 órakor tudtuk meg, hogy baj van, és akkor hogy lehet. És a legtöbb ember, aki egyébként köztük volt kreatív, az bepánikolt, és azt mondta, ezt nem lehet megoldani. És akkor elkezdtük így lépésről lépésre, a következő lépés kitalálni, ugye mondják azt, hogy mindig a következő hegyet kell megugrani, és amikor már találtunk terméket az USA-ban, mert Európában már senkinél nem volt, akkor hogy tudjuk kifizetni. És mindenki, atya Isten, nem fogjuk kifizetni. És mondtam, várjatok, az majd a következő lépés. Először döntsük el, hogy onnan hozzuk el. És a végén megoldottuk. És csapatmunka volt egyébként, de kellett az, hogy mindenkit kicsit irányít, hogy te ezt csináld, te azt csináld. És akkor voltak, azt mondta, hogy akkor csináljuk ezt. És abból tudtunk egy következő lépést tenni. Szóval, hogy minden területen szerintem előjön ez, hogy kell egy kreativitás. Vagy probléma megoldás, ez szerintem tényleg nagyon közel áll a kettő, és én nem is tudnám megmondani, hogy hol van köztük a határ, hogy amikor csak probléma megoldás. Péter, több országban is munkálkodsz. Mennyire azonos a kreativitás szó jelentése a többi országgal összehasonlítva? Ez a kreativitás szó, ez nagyon, nem tudom, hogy melyikőtök mondta, de abszolút igaz, ez a művészethez kötik. Tehát ezt a kreativitást mi használjuk most az én munkámban, a vezetőfejlesztésnél abszolút komolyan, mert ez, amit mondasz, a probléma megoldás, ez out of the box gondolkodni, ezt lehet tanítani egyébként tényleg, bizonyos mértékig, azt hozzáteszem. Igazából az attitűdöt kell tanítani, tehát nem is magát a képességet. A képességet viszonylag nehéz, mert ott már nagy struktúrákról beszélünk, de az attitűdöt, hogy te úgy állj a dolgokhoz, hogy mindenre van megoldás, hogyha megerőlteted magadat, tehát ezzel a fajta hozzáállással ez lehet. Én abban nem látok különbséget, hogy a szót hogyan értelmezzük. Ugye a kreálni szóból jön alkotni valamit, tehát létrehozni, tehát nyilván ez minden ugyanaz. Most végigmondtam az összes nyelvet, hogy ez hogy néz neki, vagy tehát hogy a gyökere a szónak micsoda. De van egy másik, sokkal fontosabb kérdés ennél még pedig, hogy gyerekkorban hogyan kezdik ezt a témát tanítani, fejleszteni, egyetem behozzák ezt. És az tény, hogy most a mostani oktatást Magyarországon nem ismerem, ezt hozzáteszem, és főleg nem az óvodai oktatást, mert az már, ami is a gyerekem is régen volt, már 10-valány évesek, de én azt gondolom, hogy itt kezdődik a dolog, hogy a gyerekeket hagyni. Tudnék, a kreativitásnak a lényege, amit te mondtál, nagyon tetszett, nekem egy áldott állapot. Tehát a kreativitás az azt jelenti, hogy egy olyan meditatív tulajdonképpen állapotban vagyok, de most kifejezést használtad, tehát a mostban vagyok, az nálam a meditatív állapot, hogy én mostban vagyok, pontosan tudatos jelenlétem van, és én szabadon egész egyszerűen energiákat hagyok átmenni magamon, amiből az egyik használható lesz, a másik talán nem annyira. És akkor ezt nyilvánvalóan el kell tudni dönteni. Akiknek túl sok ilyen van, az nem tud dönteni, ugye? Mert akkor, ha nagyon kreatív vagyok, a végén döntést is kell hozni, ez nem olyan egyszerű.
És ezt a gyerekeknél nagyon jól tudom fejleszteni, tehát hogy ők megtanulják, megérezzék a szabadságot, megérezzék az örömét annak, hogy valamit létrehoztam, hogy valami fejlődött, hogy valami épült. És akkor erre ráépítve nyilván azt is meg kell tanulni, hogy hogyan szelektálok, tehát mi lesz az, amit megtartok, mi az, amit eldobok. Ugye, mert például a Steamekben nagyon sokszor előfordul, hogy végtelen sok ötletük van, csak semmit nem valósítanak meg belőle. Vannak cserében, tehát az igazi kreatív emberek azok, akik tényleg valami olyan megoldásra jutnak, ami mondjuk így, hogy out of the box, ami egyébként semmi más nem jelent, mint az, hogy eltér attól, mint ami megszokott, és ebben a pillanatban ő tudja azt, hogy oké, nem is kell tovább gondolkozzak, ez lesz a, mert ezt végig is tudom vinni. Hát az előbb mondtam, mik a lépések. És végig gondoltam, hogy ez egy agyi képesség egyébként, előre tudok gondolkodni konzekvenciákban. És vagy elvarom ezt, azt mondom, hogy oké, ez nagyon jó ötlet, de nem tudom megcsinálni, vagy visszamegyek. Egyébként a Walt Disneynek van egy technikája, és ez egy nagyon jó ilyen fejlesztési metodológia is egyébként, és abban ugye három oldalt nézzük meg egy embernél, és pont ilyen három fotelben szoktam ültetni az embereket, és az egyik az a kreatív szék. És a kreatív széket azért hívjuk kreatív széknek, mert ott lehet, hát ott eldobhatod az agyadat, hogy szoktuk mondani. Tehát ahol tehát mindent megengedhetsz magadnak, de aztán jön majd a kritikus szék is, ahol megnézzük, hogy ez valóban reális-e. Ugye, mert a nap végén ez lesz aztán a döntő. Na úgyhogy én azt gondolom, hogy a gyerekfejlesztésnek vagy nevelésnek az egyik alapja. Mi nekünk van gyermekfejlesztő programunk is, kifejezetten a kreatív gondolkodást fejlesztjük, nagyon sok gyerekkel dolgozunk együtt. Én azt látom, hogy minél fiatalabb egyébként egy gyerek, annál jobban, hamarabb rávezethető, vagy visszavezethető, mert valószínűleg mindenki ezzel születik. Picasso is azt mondta, hogy mindenki kreatívnak születik, és hogy hamarabb visszatalál az önmaga kreatív lényéhez, és azt is tapasztaltam, mert felnőtteknek is szól foglalkozásunk, hogy ők nekik meg nagyon-nagyon sok érintés kell, mire újra mernek kreatívak lenni. Bátorság. Tehát, hogy egyszerűen az a bátorság az nagyon-nagyon kell már felnőtt korban hozzá, és a gyerekkorban pedig nagyon jó lehetőség az alkotáson keresztül fejleszteni ezt, tehát, hogy itt a művészetet visszakapcsolnám, mert a szabad alkotásban nagyon-nagyon könnyen fejleszthető ez a kreatív gondolkodásmód, illetve ott találkozik olyan problémákkal a papírlapon, amivel később a projektjeiben fog akármivel is találkozni. Nagyon fontos, amit mondtál, mert hogyan válunk nem kreatívvá, úgy válunk, hogy életünkben ugye két dolog mellett vagyunk, vagy két dologról szól az életünk, a jutalom és a büntetés. Ugye a büntetést szeretnénk elkerülni, mindig jutalmat szeretnénk szerezni. Tehát, hogyha egy gyerek azzal szembesül kicsikora óta, és ezt mindenkinek alaposan át kell gondolni, amikor kreatív volt, mondok egy példát, én például, amikor a első holdraszállás volt, akkor másnap ezt meg is örökítettem a nagyszobánknak a falán, és tehát minden elemében, és akkor a szüleim, tehát én nem emlékszem, nem vertek össze, tudod? Tehát, hogy nyilván nem örültek neki, ugye, de ott itt minden elemében, ugye a zsírkétával, vagy nem tudom már mivel, de na, erről van szó. Tehát, hogyha te valakiben ezt a kreatív, ezt a fajta, hát amit mondta, ezt az állapotot egyszer csak elfojtod, vagy bünteted, akkor az egyre kevésbé lesz kreatív. Át kell térnünk a harmadik témára, az pedig a siker vs. kudarc. Nem tudom, hol a kártyám, de itt nálam föl van élve, úgyhogy igen, akkor be is dobom. Melyiket szeretjük jobban? Ki melyiket szereti jobban? Hát persze a sikert mindenki jobban szereti, de megint lehet a kor, meg a tapasztalat, de eljutottam oda, hogy most már tényleg tudom, hogy a kudarcok segítenek a sikerhez, és én nem véletlenül nagy sportolókat, ha megkérdeznek, akkor elmondja, hogy nem tudom, mitől lettél a világ legjobb kosarasa, attól a 10 000 rossz dobástól, ami segítette azt a nem tudom, 2 000 jót. Csak ugye ezt mindig nehezebb megélni, és az rájönni arra, hogy fú, ez a kudarc, ez most egy pillanat, de lesz ebből sokkal jobb. És ez kicsit nekem kapcsolódik a gyerekkoromhoz egyébként, én falun nőttem föl, a kreativitáshoz is kapcsolódik, hogy ott mindent szabadott időzőjelbe abba az időbe, és nagyon-nagyon sok mindenben nem voltak gátak, és ez segített. És a siker is nekem évekig tartott, mire rájöttem, hogy van kudarc is, mert hogy véletlenül vagy tudatosan azokba fogtam belembe, gyorsan lettek sikereim, és hogyha arra jött egy pici kudarc, akkor én azt föl sem fogtam, hogy kudarc. Azt mondtam, hogy ezt nem akarom, valamilyen felfogással. Később egyetemista koromban már láttam, hogy azért vannak kudarcok, és aztán a munkám során meg rengeteg, amit gyakran tényleg abból tanulunk, és lehet, hogy az pont irányít a kudarc ahhoz, hogy a végén a sikert megtaláljuk, vagy eljussunk oda. Péter, te siker vagy inkább kudarc rajongó vagy? Hát erre hiszem, hogy csak egy választ lehet adni. De a siker azért van baj is.
Tehát a siker, ugye, hogyha egy ilyen beteljesült elvárás, akkor az nagyon sok emberben egy idő után nagyon problémássá tud válni. Tehát magyarul az a siker, amit én elérek, hogyha ez megszokottá válik, hogyha azt én elvárom, és utána bekövetkezik, akkor ez tud egy nagy elégedetlenséggel együtt járni. És ebből sajnos nagyon sok példát látunk a közéletben is, a saját életedben, vagy saját ismeretségi körödben olyan embereknél, akik nagyon sok mindent elértek, de nem tudnak igazából örülni ennek. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ennek örülni kell. Így van. Tehát, és ez a kettő, ez nem feltétlenül így van. Annál szomorú dolog nincsen, mint hogyha valaki sikeres, de nincsen mellette úgynevezett egy ilyen kiteljesedett élet. Hát Robbie Williams, hogy aki öngyilkos lett. Tehát itt rengeteg ilyen sztori van, és ebből ismerünk mindannyian, ugye ezt van, aki mindenféle szerekkel próbálja magában közömbösíteni, de itt az a lényeg, hogy a siker önmagában tulajdonképpen semmi, hogyha egy cél, hogyha nincsen mellé rendelve, most nem is célt mondom, a cél az nem jó ügy. Tehát, hogyha valami, én tudom, hogy ezt miért csináltam, hogy ez miért fontos, hogy adtam ezzel valamit. Tehát nagyon sokfajta siker van megint csak, attól függ, hogy ki mire hajt. Tehát ez pénzügyi siker, inkább egy elismertség, egy ismertség, egy stb. Nálatok az üzleti eredmények. Tehát ugye egy nagyon mérhető világban élünk, és ezt úgy nevezem, hogy egy ilyen számmisztikában. Tehát állandóan az van, hogy mi mindenki, főleg ugye az üzleti életben abban gondolkozik, és én magam is ugye vezérigazgató voltam, tehát tudom, hogy ez volt ugye minden hétfőn, kedden az egész napom, hogy a számokat néztük, fölmentek a számok, öröm volt, kicsit leestek, akkor beütött a pánik, vagy hát akkor döntéseket kellett hozni. Tehát magyarul egy ilyen számmisztikában élünk, és ebben nagyon nehéz az embernek megtartani, tehát visszatérni saját magunkhoz, hogy megértsük azt, hogy tulajdonképpen miért is csinálom ezt, tehát mi lesz nekem a siker? Tényleg az lesz a siker, hogyha 20%-ot nőtt a cégem? Mert mondjuk ki az őszintét, a vállalkozók ennek örülnek, tehát a tulajdonos, nagyon örül a multi cégeknek a tőzsdei tulajdonosa, stb. De a munkatársakat ez nagyon nem érdekli. Tehát ő nem attól lesz boldog, hogy a cég 20%-ot nőtt, mégis egész évben napi 10 órát ő ezen dolgozik, hogy 20%-ot nőjünk. A vállalat szempontjából siker, neki személyesen lehet, hogy a tönkremenés. Tehát a burnout, a kiégés, stb. Tehát nagyon vigyázni kell ezzel, hogy kinek mit jelent a siker, és főleg, tehát én azt gondolom, hogy erre, hogy egyetlen dolgot tehetünk, hogy magamnak nagyon pontosan meg kell tudni fogalmaznom, hogy mitől lesz nekem fontos az, hogy ez a dolog tényleg működjön. És én ezt egy szóba tudom kifejezni a hatásban. Tehát, hogy tudok-e hatni ezzel. Tehát semmi olyan siker önmagában nem számít szerintem, vagy nem érdekes, ami nem hat másokra. Tehát mert azt az igazából boldoggá utána, hogyha ez egy ilyen öncélú valami lesz, akkor a nap végén akár tragikus is lehet. Igen, ez szerintem nagyon fontos, mert még nagyon sokan ezt sem tudatosítják magukban, hogy ez a hatás, ez mennyire fontos. Viszont azt is hozzá kell tenni, hogy a sikert átélni és megélni, az is egy külön izomfejlesztés, vagy izommunka, mert hiába tudom, hogy mondjuk itt is, amit mit csinálunk, egy jó ügy érdekében csináljuk az egészet, és ez az egésznek a lényege, mégis nekem is vannak olyan pontok az életemben, amikor ezt a burnout eljön, és azt érzem, hogy hiába megy minden jó, mégis nem tudok örülni a sikereimnek. És az jutott eszembe még kérdésként, hogy az előbb beszélgettünk a biztonságnál, annál a minimális ilyen, nem is tudom, hogy fogalmaztál, biztonsági háló, vagy ennek volt valami másik neve? Ami zóna, biztonsági zóna. Zóna, ami mindenképp, igen, szükséges. Lehet, hogy ennek is köze van ahhoz, hogy mennyire tudjuk megélni a sikereinket. Igen, nagyon, nagyon egyéni lesz. Nagyon egyéni lesz ennek a megítélése. Mert hogy ez egy folyamatos munka, tehát nem az, hogy na akkor megtaláltuk az egyensúlyt ebben, és sikeresek vagyunk, hanem vagy a siker tűnik el, vagy éppen a megélésünk ezzel kapcsolatban. De szerintem az egy érdekes nézőpont, hogy mi a siker mértékegysége nektek például, vagy nekünk, de mondjuk én nagyon kíváncsi vagyok, hogy Dénes, neked, vagy neked, Péter, mi a siker mértékegysége most 2022-ben? Szerintem ebben is fejlődik az ember, hogy megtanulja, hogy mi az a siker, és tudja kezelni, tudjon vele élni. Biztos, hogy más-más fázis, amikor akár tényleg gyerekkor, aztán sport, aztán a munka, és amikor elérsz valamit, és aztán ha tudjál azzal kezdeni, kell egy következő, és ez az egyik, hogy egy cél, legyen mindig egy cél, amit ha elértél, akkor az egy siker, és azt úgy él meg. Ami szerintem még nagyon fontos, hogy kell egy tükör is, hogy vedd észre, hogy ezt tudod kezelni, nem tudod kezelni, valójában siker, vagy nem siker az, kinek siker, és én azt érzem, hogy,
hogy a vállalatokban mindig más a számok. Ugye tényleg tudunk mindent mérni. A most közeli dolog a kislányom, ugye lehetett mérni, hogy mennyi idő alatt jön le a szlalompályán, és a barátnője az versenyzett, és ott küzdött, hogy még egy másodperc. És ez mindig bennünk van, gyerekkorunk óta a legtöbb emberben, főleg aki végül vállalkozó lesz, vagy kreatív, hogy ő is akar versenyezni, és el akar valamit érni, és azt elérte, akkor az egy siker. Hogy azt utána hogy tudja kezelni, és itt aztán nagyon-nagyon-nagyon sok dolog van az, hogy most nyelvről beszélünk, sportról beszélünk, munkába, hogy elértük, legyőztünk valakit, amiben a pozitív értelemben legyőzni. Szóval, hogy ez nagyon vegyes, és szerintem ebben nagyon rossz tanácsot ad a média. Tehát ez a modern világ, amikor én 90-es évek elején kint voltam egy évet külföldön, és ott már láttam ezt a sok amerikai dömping reklámtól, a filmekig, a műsorokig, minden. Büszke voltam, hogy nálunk ilyen nincs. Hazajöttem, és akkor itt is ez volt, és ez elrontja az embereket, mert hamis képet ad a világról. Tehát, hogy kinek mi lesz a siker, menjünk be egy plázába, vagy menjünk el bizonyos helyekre, az emberek teljesen másképp élik meg, hogy mit látnak róluk, vagy kinek szól az, amit ő esetleg sikernek könyvel, és nem is magának, hanem másnak akarja. Szóval, hogy ez szerintem nagyon nehéz, hogyha valaki nem ad ebbe megint egy kontrollt, vagy megtanulni valahonnan, ezt is meg kell tanulni, hogy kinek mi a siker, és szerintem az iskola, a család, ez nagyon sokat tud segíteni és rontani is. Beszélj még egy kicsit a kudarcról. Hogyan érdemes szerintetek, vagy most már ennyi idős fejjel, hogyan dolgoztok fel egy kudarc élményt? Hogyan oldotok meg? Hogy mennyire engeditek be magatokba átfolyni, vagy mi a taktikátok ezzel kapcsolatban? És vissza kéne gondoljak, nem nagyon engedem be, tehát nem... Én azt gondolom, hogy egy idő után, és ez ugye megint is minden téma, bármiről beszélünk, vissza kell térjek ide, de ez az önismeret, önbizalom, önirányítása, többet minden ilyen önnel kezdődő kategóriának a szumája. Tehát, hogyha valaki erre képes, hogyha neked van önismereted, és valami nem úgy sikerül, ahogy te elgondoltad, ez nem fog összetörni, tehát nem fogja az önbizalmadat összetörni, akkor megtanultál valamit, tehát úgy oké, ebben most tanultam, máshogy fogom csinálni. És akkor itt jön már a kreativitás, meg nagyon sok minden nyilván. Hogyha valakinek gyenge az önbizalma, akkor nyilván a kudarc élmények összetörik. Tehát az egésznek az alapja az, hogy az önismerete megfelelő-e, egyáltalán olyan területen próbálkozom-e valami sikerrel, tehát olyan dologból akarok sikert kihozni, amire van lehetőségem, vagy nincsen. Ugye van egy csomó ember, aki nem méri föl azt, hogy nagyon sok faktor tényezőből áll össze, hogy a nap végén sikeres lesz-e valóban valami. Nem is biztos egyébként, hogy ez rajta múlik csak, tehát nagyon sok minden van, külső tényező is, ami nyilván ezt befolyásolja, de az első onnan indul, tehát neked kell lenni egy nagyon alapos önismeretednek, hogy tudom, hogy én ezt ezért csinálom, ide akarok eljutni, képes is vagyok rá. És ha nem úgy sikerült, akkor ebből tudok tanulni, és nem fog összetörni. Tehát a kudarcot szerintem tényleg, és ez egy közhely ma már, mert sajnos minden tere van ezzel a pszichológiai okoskodással, de ebben tényleg van mély tartalom, és mi igazság, hogy a kudarc az tulajdonképpen egy nagyon jó tanuló lecke. De megfelelő bizalom kell hozzá, hogy ezt az ember elviselje, és át tudja tenni magát ezen. Mondok egy példát, jó, mert talán példákból tanulunk a legjobban. Az első nagy film, amit csináltam, nem az első volt, de az egy nagy szerep volt, ez a Halálítélt című film volt 1990-ben, és akkor jöttem ki a Filmvészeti Egyetemről, ugye első nagy film, előtte már csináltam, de ez volt az ilyen tényleg nagy film. És mentünk a Berlini Filmfesztiválra, mindenhol. És egy magyar újságíró, akkor, hát akkor még számított a sajtó, főleg az ilyen filmújságok, meg egy Népszabadság, nem? És valami nagyon nagy újságban, ahol mindenki hétvégén a kritikákat el is olvasta, azt írta, hogy a teljesen alkalmatlan Malcsinál Péterrel a főszerepben. Na most el tudod képzelni, hogy ez egy ilyen, mint akkor voltam 26 éves, hogy akkor úgy... Utána megnyertem a Berlini Filmfesztivál legjobb filmalkítás díját, kaptam a Berlini Filmfesztiválon, föl voltam terjesztve az Ezüstmedvére, és tényleg egy nagyon sikeres mozi lett. És utána Németországban egy óriási karriert csináltam. Nem a filmre építve, de hát látták, tehát volt egy háttere. Na ennyire nem számít ez. És ennek az embernek a privát, szubjektív véleménye, a nem tudom én miért, ő úgy gondolta, hogy akkor most ugye a kritikusokban van egy ilyen fajta, és akkor az lehetett volna egy olyan, ami összetör engem a padlóra, és ennyire nem számítanak ezek a dolgok. Tehát itt azért nagyon fontos, hogy az ember ezt perspektívába tudja helyezni, később távolról rá tudjon látni. Igen, tehát hogy azért a kontextust azt értsük. És ez nagyon nehéz, hogyha valaki kudarcba kerül, vagy kudarc élménye van, mert akkor ugye ez, hogy megsemmisült.
Igen, a kudarcnál szerintem azt nehéz eldönteni, hogy ez egy jel, hogy ne menjünk arra, vagy pedig pont egy segítség, hogy de csak azért is, és erős vagyok, és tudom, hogy az ügy érdekében ezen át kell haladnom, meg ezekből tudunk tanulni. Tehát ez, ami a legnehezebb talán, és pont akkor, amikor ugye kicsit azért meg is inog az embernek az önbizalma bizonyos dolgoknál. Neked van még ilyen történeted? Hú, hát rengeteg kudarc élt, és én egy küzdő típus vagyok, és a végtelenség tudok küzdeni, de talán ami jó, hogy amikor végül kudarcba fullad valami, akkor viszont el tudom engedni. Tanulok belőle, és sajnos vannak, ami így visszatérő, hogy fú, ezt még mindig nem tettem túl magam teljesen rajta, de azt már megtanultam, hogy persze egy csomó külső tényező van, de döntést végül is én hoztam. Tehát el kell fogadnom, hogy a kudarc az végül miattam volt, és ha ezt el tudja fogadni az ember, szerintem jól tud tovább haladni. És ahogy mondod, egyrészt tanulni kell mindig belőle, a másik meg lehet, hogy ezek pont olyan jelek voltak, hogy ezt igazából nem is akartam, és ez egyébként nagyon gyakran előjön, hogy olyat tűzöl ki, amit vagy más akarja irányítani, hogy te azt akart. Igen. Ez ugye vállalati életben nagyon gyakori, akár egy gyártó, akár az ügyfelek, bárki, akár egy főnök, hogy irányít, hogy azt akart, aztán rájössz, hogy nem is akartad azt te. És azt utána jól tudod megint értékelni, akkor szerintem a kudarcok tényleg segítenek, csak mindig nehéz megélni, az mindenkinek fáj. Szerintem az nem egészséges ember, aki így lesöpri a kudarcokat, mert ott valami nem stimmel. Föl kell dolgozni, így van. Nem kell élni, föl kell dolgozni. Szeretném azért valami pozitívval lezárni a beszélgetésünket, hogy sikeres legyen ez a beszélgetés is a hallgatóknak is. Mit tanácsoltok a hallgatóknak, hogyha siker éri őket, akkor hogyan építsék be maguknak? A sikert is meg kell élni, át kell engedni magadon, fel kell dolgozni, helyre kell tenni, és mindig azt kell nézni, hogy mivel lettem ebből ezzel most több. Tehát mi az, amit nekem ez adott, boldog vagyok ebben a pillanatban tényleg, tehát boldogsággal tölt el. Ez a nap végén minden ember, ugye van egy ilyen mondás, Anselm Grün, ugye az a szerzetes, aki utaz, az a világ utazó, és mindenhol tartja az előadásokat ilyen mindfulness egyéb témákban, és neki van egy ilyen mondás, hogy mindegy, hogy a világ melyik táján, melyik országában, éppen hol két ember találkozik, egy közös van bennük, boldogok akarnak lenni. És itt a dolognak a lényege az ez, a boldogság. És hogyha én egy olyan sikert értem el, ami nem tesz boldoggá, akkor valójában nem volt értelme az egésznek. Én azt gondolom, hogy egyrészt észre kell venni a kicsiket is, és meg kell ünnepelni. Tehát én akár a számokban, vagy bármiben, hogyha picit haladtam, azt most már egyre többször észreveszem, és azt megünneplem. Teljesen mindegy, hogy az mivel, hogy megemlítjük otthon, vagy kocintunk rá, hogy na, ezt megtettük, ezt is elértük, és szerintem meg kell tanulni a kicsit is értékelni, meg a nagyot is, és egyik sem szabad, hogy elvakítson. Tehát a nagy sem szabad, hogy elvakítson. De a gyerekeimnek mondom, mindig bármit is csinálnak, hogy az az igazi profi, aki tudja, hogy mindig van egy jobb, de tudja értékelni azt is, amit ő elért. Szóval ezt szerintem úgy kell nagyon jó, hogy meg kell élni és örülni kell neki, és kell arra törekedni, hogy legyen egy következő is. Ezekhez a gondolatokhoz én már nem is teszek hozzá semmit. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, Péter és Dénes. Köszönöm a beszélgetést. Mi is köszönjük.